Sziasztok! Egy rég halogatott dolgot, az üzemanyagszűrő cseréjét szeretném megcsinálni ezen a hetedik generációs benzines Honda Civic-en. Ha érdekel benneteket, milyen sorrendben és hogy csinálom, gyertek, tartsatok velem! A szűrőket, én gyári szűrőt fogok beletenni. Honda márka kereskedésbe szereztem be. A felső résznek, a dobozának ez a cikkszáma. Az alsó előszűrőnek pedig ez. És nézzük, mi van a dobozban. A dobozban ez az egység van, ez a felső része, és ide lesz majd alulra betéve az a rész, amiben a tápszivattyú van, és a maga az előszűrő is. Az ülés alatt van középen a szűrő, először felbillentjük az üléseket. Ki kell venni három patentot, ezt a hármat. Patent kiszedővel szépen alányúlok, és kihúzom. Egy, kettő, a harmadik. Egy tépőzáras két oldalt a szőnyeg. Ezt fel tudom húzni, és ez a fedél alatt lesz a tápszivattyú. Műtét előtt ilyen folyadékfelfogó szőnyegekkel körülrakom, ha esetleg üzemanyag fröccsen neki, akkor ne a kárpítra menjen, és akkor ezt a négy csavart kivesszük. Én szeretem visszarakni a csavarokat, ahonnan kiszedtem, úgyhogy csináltam egy ilyen kis lapot, és akkor annak megfelelően, ahonnan kiveszem, oda rakom be a csavar, ugyanoda menjen vissza. Nézzük, mi van a fedél alatt. Hát por az van. Egy elektromos gyors csatlakozó van. Ezt oldjuk. Ezt a részt pedig kitakarítjuk, mielőtt bármit is csinálunk itt a tanknál. Hát igen, üzemanyagszűrő cserét kutattam utána, hogy mennyi időközönként kell csinálni. A Civic előtt volt egy koncertom, annak a motorterébe volt az üzemanyagszűrő, és az nagyon könnyű volt cserélni. Annál 40 ezer kilométert írt a katalógus, hogy 40 ezer kilométerenként kell. A Civicnél elég nehezen találtam ilyen adatot, hogy mennyinél kellene lecserélni a üzemanyagszűrőt, de egy katalógusban azt olvastam, hogy 80 ezer kilométerenként. Hát most az autómban 150 ezer van, úgyhogy időszerű volt nagyon ez az üzemanyag szűrőcsere, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen állapotban lesz a szűrő. Most az üzemanyag rendszerbe nyomás van, és hogy ne pricceljen itt a benzin szana szét. Én úgy gondolom, hogy ha ráadom a gyújtást és egy picit ráindítok a motorra, akkor mivel nem megy a tápszivattyú, a vezetéket levettem róla, nyomást el fogja ejteni. Utána az akkumulátor sarut is leveszem, hogy minden elektromosság meg legyen szüntet, nehogy valami gubanc legyen. A tanksapkát is leveszem, hogyha esetleg benzingőz miatt túlnyomás lenne a tankban, az ne nyomja ki a benzint a leszerelt szívócső csonkjánál. Hallhatjuk, hogy sziszeg. Gyújtás rád. És még be is indult az autó egy pillanatra. Leszerelem az akkumulátor negatív saruját a teljes áramtalanításhoz. Az egy biztos, ami biztos. Körülrakjuk csőlevétel előtt ezt a részt. Összenyomni, és akkor lejön a cső. Ezt összenyomni, és akkor le lehet húzni a csövet. Na, a csövet lehúztuk, akkor én hoztam ilyen gumi kesztyű ujját, ezt ráhúzom. Esetleg jönne benzin, akkor
ne fújjon szana szét, amíg itt ügyködünk. Most akkor ez már nem kell. Én összejelölöm a kupakot is, és magát a tankot is. Ezt elvileg kézzel megmozdítani nem tudom, de meg tudom. Eddigi videókban mindenhol kalapáccsal ütötték meg, rá volt szorulva. Ez lejött. Még egyszer kitörölöm a koszt. A tankba azért ne sok minden essen bele. És akkor nézzük, hogy jön ki. Aha. Kicsit arra kell eltolni. Az alsó részből folyik ki a benzin, és akkor ki lehet szépen fordítani, de még a szintjelző is itt van, az se egyszerű. Az újnak az acskójából kiveszem a durva szűrőt, van még benne egy kis zacskó, két gumi, gyűrűvel, meg egy ilyen zéger gyűrűvel. Ez pedig maga az új nagy ház. Én úgy gondolom, hogy ebbe lehet még egy szűrő. És hogyha jól láttam más videókon, akkor ebbe van maga a tápszivattyú. Úgyhogy ezt kell átépítenünk ide. Itt fönt van egy két vezeték. Ezzel is húzzuk ki ezeket. Plusz itt van még egy. Ez megy hátra. Ez pedig előre. Na és amikor szétjött ez az egész, itt oldal kis füleket kell lepattintani, hogy szétjöjjön maga ez az alsó rész. Lejön a teteje, és ebbe van benne a tápszivattyú. Ez kijön, és hát igazán nagy szennyeződés nincs benne. Ez jön vissza rá. Aha, itt van a kis zárógyűrű, ez helyett van új. Ennek is van három füle. És akkor szépen le is jött. Itt nincs tömítés, gumitömítés, csak így simán. Ezek szerint csak így simán fel kell cuppantani. Kettő, és a harmadik is felpattant, akkor kivesszük a kizárógyűrűt, és ide szépen föl kellene nyomni, egy ilyen kulcssal fölnyomtam rá a kizárógyűrűt, akkor magát a alsó részt kitörölöm, de igazán a szennyeződésmentes. Nem bejöhet vissza a szűrő. Igen, itt vannak
lábai, ahova bemegy. Hoppá, bocsánat, ez kint van. Most már jó helyen van. Ez bepattant. Ez is bepattant a helyére. Felrakom rá a felső fedelet. Hát még nem csináltam ilyen szűrőcserét, úgyhogy azért bénázok egy kicsit. Aha, ez bekattant. Az is. Itt oldalt is, és ez is. Szuper, tökéletes, bent van. Akkor visszaépítjük a üzemanyagszintmérőt. Ez is bekattant a helyére. Még ezt kell beépítenünk, és ez ide jön rá, ez az alsó rész. A felső rész az pedig ide. Levesszük róla a gumigyűrűt. Fölmehet az újra. Hát szerintem ezt rá is lehet kattintani. Ez rajta is van. Szuper. Ez jön el ide hátra, ide húzom föl a gumigyűrűt. Na, ez az, már fenn is van. Igen, ezen tekerünk egy kicsit. Akkor erre is kell egy gumigyűrű. Ezt a két elektromos csatlakozót is berakom. Ezt az egyest ide hátra. Átrakom a szívóág gyors csatlakozóját. Most pedig megpróbálom bevarázsolni vissza a helyére. Nem könnyű. Óvatosan, hogy a szintjelző ne sérüljön, elég szűk a hely. Van egy jelölés a fedélen, a tankon pedig ott két vonal bent. Ha lehet látni. Jó. Jöhet vissza a zárógyűrű. Aztán majd kiderül, hogy hányszor kell kiszednem. Remélem jó lett.
Csatlakoztatom az üzemanyagcsövet is. Hát ez fel van. Utána húzom a gyűrűt a jelölését. Majd csatlakoztatom az elektromos gyors csatlakozót. Jöhet vissza a tető. És kész is. Visszarakom a szőnyeget a patentekkel, és lehajtom az üléseket. Visszaszerelem az akkumulátor negatív saruját. Kétszer-háromszor rádom a gyújtást, közben hallom a távszivattyú zúgását és a relé kattanását. Ilyenkor légtelenítette a rendszer magát. Jöhet az indítás. Az üzemanyag szintjelző is rendben működik. Köszönöm, hogy megnézted a videómat, remélem hasznos volt.